köszöntök mindenkit, minden kedves vendéget. Nagyon izgulok a gyerekek és én is. Annyit szeretnék kérni a műsor előtt, hogy ha majd vége lesz, akkor mindenki fáradjon már le a csoportszobánkból, hogy egy kis szeretett vendégséggel meg vendégeljük bennetek. Illetve majd ott adjátok át a virágot és egyéb kis ajándékot, amit szántok nekik, jó? És most szeretném megkérni Mihály Nellie, Lipták Juditot az igény köszöntőnek tartására. Szeretettel köszöntök mindenkit a Mezőtúri Református Egyházközség nevében, Pál apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves szülők és kedves család, akik most itt a gyerekek ballagása, vagy egy tanévzáró kapcsán vagytok itt, belegondoltam abba, amikor nekem az legelső gyerekem ballagott az óvodából, hogy az nekem milyen érzés volt. És a legelső dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy annyi minden volt bennem. Volt bennem félelem, hogy most mi lesz, hiszen az óvoda valahol egy biztonságot nyújt, olyan értelemben is biztonságot nyújt, hogy behozzuk reggel, itt hagyjuk, aztán elmegyünk, és utána, amikor iskolába kerül, akkor ugye ott van a kérdője, hogy mennyi teendőnk lesz vele. Azt hogy fogja bírni majd? Hogy fogod teljesíteni? Hogy az óvoda valahol még a gondtalan gyerekkor szigete, és ott volt bennem tényleg ez a félelem, hogy vajon hogy fog ő helytállni. Aztán ott volt bennem a mérhetetlen büszkeség is, mert amikor ránéztem, nyilván akkor láttam benne a saját magamat, meg az apukáját, meg a nagyszüleit, meg ott volt bennem az a csodálkozás is, hogy lett ebből a pici gyerekből hirtelen ekkora gyerek, aki már itt hagyja az óvodát és tovább megy. Rengeteg érzés kavargott bennem, és az, ami ugye egy kicsit lecsillapította az én szívemet akkor, az az ige szakasz volt, ami a 127. Zsoltárban van benne, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. Mert amikor erre gondoltam, hogy ő egy ajándék a számomra, akkor a félelem, a büszkeség, a csodálkozás és a sokféle érzés mellett megszületett a hála. Hogy ő egy olyan gyermek, egy olyan ajándék, akit én Istentől kaptam, és ahogyan Isten eddig kísérte ezt a gyermeket és vigyázott rá, ezután is kísérni fogja, és az iskolába is vele lesz, és amikor majd tovább tanul, akkor is vele lesz, és amikor nekem őt el kell engednem, akkor is vele lesz. És akkor ez úgy megnyugtatott engem. Hogyan vagyunk ma itt, milyen érzésekkel? Szerintem mindenki be hasonló érzések lehetnek, mint annak idején, ami bennem volt. Legyen bennünk, és egy kicsit lássuk így a saját gyermekeinket most, amikor így ennek a tanévnek a végén megállunk, a hála is. A hála értük, és legyen bennünk egy kicsit ez a szemüveg, hogy ők Isten ajándékai a számunkra, aki úgy adta nekünk, hogy azt ígérte vele együtt, hogy vigyáz is rá, és végig is kíséri. Hát így áldja meg, és azt kívánom szívemből, áldja meg Isten ezeket a gyermekeket, akár tovább lépnek ebből az intézményből, akár még itt maradnak, de most ebben az évvégi megállásban legyen egy ilyen hálamondás, egy ilyen öröm, kifejeződés Isten felé. Így hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a gyermekekért. Drága mennyi édesatyám, köszönjük neked a gyermekeket, akiket nekünk adtál, és amikor ilyen megállók vannak az életünkben, akkor te látod, hogy mennyi félelem van bennünk, aggódás van bennünk, vagy rácsodálkozás, megjelenik a büszkeség is. De arra kérünk, atyám, hogy tudjuk egy kicsit rajtad keresztül is látni a gyermekeinket, és egy kicsit úgy is tekinteni rájuk, hogy ők a te ajándékaid, amivel megbíztál bennünket, és megbízol bennünk, hogy nekünk adtad és ránk bíztad őket. Köszönjük őket, hálás a szívünk őértük,
és kérünk, hogy áld meg őket továbbra is, kísérd őket, akár tovább lépnek innen, akár maradnak még itt. Hálát adunk most az ő családjaikért, a szüleikért, akik körbeveszik őket szeretettel. Hálát adunk ezért az intézményért, az óvodáért, az itt dolgozókért, akik szintén a legjobb tudásuk javával vannak mellettük. De mi téged hívunk, Atyánk, hogy te kísérd őket, és áld meg őket életük minden további napján és állomásain. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon. Yeah.
Meg egy
ezek a lisznak, ebben a lisznak meg esznek. Rendben. Bye.
vagyunk, bátyám. Ne édes bátyám, mit szolgáltál? Mit szolgáltam? Menjetek el, és megtudjátok. Édesanyám, megpróbálom. Ezen édes fiam, járj szerencsére. Sebes folyóhoz, féltem, de bíztam benne.
és velük mentem. Aztán egy nagy hoz értünk, ahol angyalokkel változtak, ostyát és bort tettek, ittak, Isten igéje mellett. Itt a talisznyám a belül. Teljesítetted a szolgálatot. Én továbbra is téged szeretnélek szolgálni, csak még egyszer elbúcsúzhassak a bátyáimtól, meg a édesanyámtól. Legyen így, fiam! Használják jól és becsülettel. Utam a szolgálatomba folytattam, búcsúzni jöttem. Ered, édesfiam, drága fiam, szomorú szívvel engednek el, de boldoggá lesz, hogy megtaláltad a helyedet. Köszönjük a gondoskodást! Drága kedves, úgy
állj a játékba. Fogd meg a társad kezét, ne szakadjatok el egymástól. Szeretett meg a társadat. Az meg minden másokkal. Rassz rendet magad után. Elviselöd most kezed. Ne bánts másokat. Ismert fel a csodát. Kérj bocsánatot, hogyha valakinek fájdalmat okoztál. Én utána kérsz, bíts egyet. Thank you.
közösségvezetőnek, ugye mindkettő gyermekével úgyhogy az éves munkáig, az sok éves munkáikat szeretnénk megköszönni egy-egy virágban. Gyertek, és eljött az óvodás éveitek vége. Hálásak vagyunk az együtt töltött évekért, a közös élményeket, vidám perceket nem felejtjük el. Útravalóul fogadjátok jó kívánságainkat. Legyetek mindig vidámak, szófogadóak, kitartóak, türelmesek, kedvesek és szorgalmasak. Fogadjátok szeretettel apró ajándékunkat. Kívánunk nektek jó egészséget, jó pihenést a nyára, az iskola kezdéshez bátorságot és szorgalmat. Életetekre és családotokra Isten áldását kérjük sok-sok szeretettel Gyöngyi néni és Mónika néni, és küldtek nektek egy kis ajándékot, én ezt odaadom Iva néninek, jó, és majd odaadja nektek. Jó? Fogadjátok szeretettel. Hol mondjuk el azt az imádságot, amit étkezésre szükszünk? Jövel Jézus, végben végünk.